Eltűnt egy kis gép a Lamans csatorna fölött hétfőn este. A fedélzeten volt Emiliano Sala, akit a hétvégén mutatott be az angol első osztályú Cardiff City. A sztárfocistát 15 millió fontért szerződtették. Az argentina legdrágább, akit a Velszi klub valaha igazolt. A gép Franciaországból tartott Cardiffba. Nem sokkal azután, hogy elérte a partokat, eltűnt a radarról. Azóta nincs hír róla. A francia és a brit hatóságok közösen keresik a gépet. A repülés időpontjában esett az eső, de ezzel együtt az időjárás repülésre alkalmas volt.